Olyan rövid az élet. Szóval tényleg el kell azon gondolkodni mindenkinek, hogy próbáljon azért tisztességesen élni. Hát most lehet, hogy nagyon naívnak tart engem mindenki, ezt én mondom. Sajnos ilyen a világ, kérem szépen. És például a koncepciós perekkel szemben egyáltalán nem tudom, hogy van-e valamilyen orvosság. Mit tehet a társadalom annak érdekében, hogy most már a jövőben egyszer se fordulhasson elő politikai, ihletésű, koncepciós per. Papa. Kacsi atyám, te tényleg naiv vagy, és nem is a földön és szerintem, ha ilyen gondolatok jutnak eszedbe. Ezeket a koncepciós pereket a társadalom és a társadalom azon akkori képviselőik ráják, gyártják. Pont azért gyártják, hogy bizonyos embereket megpróbálnak elhallgatni, ellehetetleníteni, vagy megsemmisíteni. Most csak egy történet, BKV, biztos nagyon sok igazság van benne, de amit művelnek, hagyót nem is ismerem, semmi közöm hozzá, de mint egy kutyát láncon, bilincsben hozzák, viszik. Érdekes módon a gyilkosnak, a betörőnek, a rablónak kitakarják a szemét még a képen is. A hagyóit nem takarják ki, hanem bilincsben peremérpán mutogatják. Hogy van ez akkor? Gyakorlatilag az ártatlanság vélelme nem illet, meg őt nem illeti, meg a effektív, konkrét bűnözőt, a gyilkost megilleti? Nincs vége. A másik, amit az Imre mondott, hogy titkos információgyűjtés és titkos dosszé. Hát titkos információ csak a hatóság gyűjthet, a rendőrség, a vámléspénzügyészség, nyomozóügyészség, stb. Amit magánnyomozó szerez be, az nem titkos információ, mert ő köteles tanúként vallomást tenni. A titkos információ felhasználása bírósági vagy bármilyen eljárásban csak akkor lehetséges, ha azt nyíltá teszik. Mert a titkos információgyűjtés lényege, hogy ott nincs igazmondás, nincs hamis tanúzás, semmilyen figyelmeztetés, nincs jogi következményekre, hanem valótlan tartalmú anyag kerül abba a bizonyos dosszéba. Ellentétben a büntetőeljárások szabályai szerint lefolytatott tanúkihallgatása vagy egyebekkel. Amikor ebben az esetben azt mondják, hogy azért, mert ezért, mert az titkos, valami nincs rendben. Most Boros Imre rendelkezett olyan hatáskörre, hogy titkosszolgálati eszközöket, módszereket alkalmazzon, vagy titkosszolgálatokat vonjon be ebbe a titkos információgyűjtésbe? Mert én úgy tudom, hogy őnek ilyen jogosítványa nem volt, tehát akkor ő nem is gyárthatott egy ilyen szigorúan titkos dosszét. Maximálisan egyetértünk. Úgyhogy, tehát azért mondom, hogy sok joghézag van ebben a történetben, jogi kérdés, ami felveti a törvényesség realitását, hogy reálisan vagy törvényesen járt el az, aki ilyen eszközhöz folyamodott annó akkor. Természetesen nem törvényesen járt el, és emiatt nem is annyira naív az, amit a műsorvezető úr Karcsi itt felvetett. Igen, és a társadalom valamit megtehet az ellen, hogy az igazságszolgáltatásba beköltözzön a politika. Ez pedig az, hogy meg kell követelni annak az alkotmányban is rögzített elvnek az érvényesülését, amit úgy fejeznek ki, hogy a tisztességes eljáráshoz való jognak a biztosítása. Nem arról kell beszélni, mert az egy jogsértésnek az ellenkezője. Valaki azt mondja, megindul egy eljárás, vagy még nincs is nevesítve, de azt mondják, hogy ez bűnös, és hogy ennyi meg ennyi évet kaphat. Ennek az ellenkezője az, hogyha elkezdik azt bizonygatni, erre nem jogosult személyek és intézmények, hogy az illető ártatlan. Lehetőséget kell adni a megcélzott személynek, vagy megvádolt személynek, a kettő sajnos sokszor egybeesik, arra, hogy védekezhessen. Sajnos az én esetemben ez a védekezési lehetőség nem állt fenn. A legdurvábban sértették meg a tisztességes eljáráshoz való jogot, az első foktól egészen a tárgyalás befejezéséig, hiszen a legfelső bíróságra egy olyan előadó bírót állítottak Varga Zoltán személyében, aki tartalmilag többszörösen összeférhetetlen volt az én személyemmel. Ő volt az előadóbíró, esélyem nem volt arra, hiába terjesztettünk elő, nyugodtan állítható egy kiváló beadványt,
ami minden kérdést tisztázott, a bíróság így lesöpörte. Sőt, még az ítélő tábla által kimondott ítéletet is felülbírálta, mert az ítélő tábla mondjuk a titkárság vezetőn két repülőjegye ügyében olyan döntést hozott, ami megfelelt a jogszabályoknak, hogy nem történt bűncselekmény, tehát bűncselekmény hiányában felmentett. Ezek után a legfelsőbb bíróság visszahozta ezt, és azt mondta, hogy a titkárság vezetőm két repülőjegyéje miatt én hűtlen kezelést követtem el, és kimondta, hogy őt nem érdekli az, hogy akár mindenki első osztályú repülőjeggyel utazott, egyébként azt sem érdekelte, hogy a repülőjegyek sincsenek meg, így az összeget sem lehetett bizonyítani. Most itt Szabadi Béláról van szó, és Szabadi Béláról kell neki ítéletet hoznia, és ezek után ő ebben az ügyben engem elmarasztalt. Én valahol ezt a magyar jogrendet nem tartom helytállónak, mert azt mondja, hogy a bírói függetlenség. A bírói úgynevezett mérlegelés nem lehet felülbírálni, nem lehet kétségbe vonni. De könyörgöm, az a bíró is ember. Sőt, mi van akkor, ha a bíró már egyenesen utasításra hozza ezeket a döntéseket? Valahol ezt a, amíg az a bírói függetlenség csak a bírói függetlenséget takarja, és nem a bírói visszaélést, addig egyetértek vele. De meg kell nézni számos ügybe, hogy igenis, hogy kontúrvonalat lehetne húzni az igazság és a féligazság között, vagy a kreált ügyek között. Én megint csak morhoz megyek vissza. Ha van halálbüntetés nálunk, a Kaisert kivégzik. Így van, így Varga Zoltán bírónak az egyik kiváló esete, idézőjelben mondva. Igen. Ha egy orvos műhibát követ el, felelősségre vonják. Ha egy ügyvéd műhibát követ el, felelősségre vonják. Hibát követek el, felelősségre vonják. Egy bíró, egy ügyész, ha hibázik, amikor kártérítési pereket nyerünk az állammal szemben, amit az ügyész vagy a bíró követett el, az nem hibázik? Tehát valahol nonsense ebben az országban. Jó, hogy ők egy független valakik, de ők is emberek. És megmerem kockáztatni, hogy a ügyészek, bírók 70%-a alkalmatlan arra, amit csinál. Emberek és pszichológiaiak és szakmailag is. Hát ezért várja az utasításokat. Nem csak figyelembe veszi, hanem várja, mert önállóan nem tud dolgozni. Kitapogatja, hogy milyen döntés kell. Ehhez a témához egy mondatot hadd fűzzek, hogy vannak gazdasági koncepciós perek is, amiről nem nagyon beszélünk.